A legelső önkormányzati választáson nyerte el Kálmánháza polgárainak bizalmát Nádasi András Jánosné, aki 2010. október 3-áig viselte a polgármesteri címet. Elsike néni nyugdíjba vonulásának az idején úgy emlékezett vissza a két évtizedes településvezetésre, hogy mindig a közszolgálatáért részrehajlás nélkül cselekedett. A 20 év alatt nagyon-nagyon sok mindent megcsináltunk, a település útjainak 95%-a körülbelül szilárd burkolattal lett ellátva, azelőtt egy utca volt, ami szilárd burkolatú. A közintézményhálózatunk teljesen kiépült, új óvodát építettünk, a művelődési ház fel lett újítva, idősek nappali ellátását beindítottuk, házi orvosi ellátást fejlesztettük, fogorvosi ellátást indult be, gyerekorvosi szakellátást indítottunk, és a teljes infrastruktúra hálózat kiépült. Az új településvezető is gazdasági szakemberként dolgozott a kálmánházi önkormányzatnál, aki elődje munkáját kívánja folytatni. Jelen pillanatban is nagyon sok projektünk van, ami még az ő idejében készült pályázatok elnyerése után valósultunk meg. A művelődési házban IKST tér kialakítása most van folyamatban. Keop pályázaton nyertünk egy ilyen 115 milliós beruházást az iskola épületének energetikai felújítására. A belügyminisztérium közszolgálatáért érdemjel aranyfokozatával ismerték el Kálmánháza egykori polgármesterének munkáját, amelyet a megyei kormány megbízott adott át. Ezt nagyon kevesen kapják meg, limitált, maximált a száma évente, 20 embernek adhatják oda, nem is mindig adják ki ezt a 20-at, úgyhogy én azt gondolom, hogy Erzsike közéleti pályafutásának méltó befejezése ez a mai nap, hiszen a belügyminiszter úr azzal bocsátatja útjára ezt a kitüntetést, hogy itt jó helyre kerül. Kálmánháza azon települések egyike megyénkben, amelyik nem rendelkezik hitellel, és alacsonynak mondható a munkanélküliek száma is.